Franciaországban és Olaszországban is szélsőjobboldali, bevándorlás ellenes párt nyert az európai parlamenti választásokon. Marine Le Pen szerint a nép győzött Franciaországban, az EP választást pedig Emmanuel Macron elnök politikájáról és személyéről tartott népszavazásnak nevezte. A hagyományos pártok elhalványultak. A nemzeti tömörülés és a Macron-féle lendületben küzdelme megerősíti, hogy az új politikai szintér a nacionalisták és a globalisták között alakult ki. Emmanuel Macron francia államfő számára csalódást keltett a második hely, amely újabb csapás a sárga mellényes tüntetések után. Olaszországban a Matteo Salvini vezette Liga nyert. Az olasz válogatott mezben szavazó belügyminiszter nagy sikert ért el. Miután leadta szavazatát, arról beszélt, hogy Olaszország meg tudja változtatni az erőviszonyokat Európában. A francia és az olasz szélsőjobboldali vezető szívesen látná a Fideszt és a Jaroszláv Kaczynszki vezette lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája nevű frakcióban. Orbán Viktor egyelőre nem foglalt állást. A választások előtt azt mondta, meglátja, milyen irányba halad az Európai Néppárt. Annak függvényében fog dönteni a Fidesz jövőjéről. A szélsőjobboldali erők közül a legnagyobb meglepetést a német Alternatíva Németországért okozta, amely bár javított 2014-es eredményén, de így is több szavazatra számított. Németországban a zöldek erősödtek meg, megduplázva az előző EP választáson elért eredményüket, 21%-ot szereztek.